Elérkeztünk talán az egyik legnehezebb feladathoz ebben a tesztben. Egy szabályos négy oldalú hasábba egy gúlát helyeztünk el, itt látható a jobb oldali rajzon. Tehát van egy szabályos négy oldalú hasáb, ugye az alapja az egy négyzet, és ebbe pont egy gúlát teszünk bele. Ez azt jelenti, hogy a hasáb és a gúla alapja megegyezik. A másik dolog pedig a hasáb magassága és a gúla magassága is ugye megegyezik, hiszen pontosan bele tud helyezkedni. Amit tudunk, hogy a hasábnak az alapátlója, az 12 cm, itt látható a hasáb, tehát az alapjának az átlója, az a kis d, és a testmagassága, ami igaz, hogy a hasábé, de ugye már láthatjuk a rajzol, hogy ugyanaz lesz a gúláj is, 6 cm. Ki kell számítani a gúla felszínét. Hát természetesen a gúlához mindenféleképp szükségünk van az alapélre, és itt használjuk a hasábot. Ha tudjuk, hogy a hasábnak az alapjának az átlója 12 cm, ugye a kis d, annak a képletéből kiindulva, a-szor gyök 2, behelyettesítve, 12 egyenlő a-szor gyök 2, az a-t úgy kapom meg, hogy a 12-t elosztom gyök 2-vel. A nevezőben nem maradhat a gyök 2, tehát gyöktelenítek, beszorzom gyök 2-ször gyök 2 per gyök 2-vel. Számolom a számlálót, 12-ször gyök 2, alulról a gyök 2-ször gyök 2, 2-t fog adni. 12 és a 2 leegyszerűsül, adja a 6-ot, tehát a hasábnak az alapéle 6-szor gyök 2 cm, de mivel ebbe a hasábba helyeztük el a gúlát, így a gúlának is az alapéle 6-szor gyök 2 cm lesz. Tehát valójában most kezdem a feladatot, adott egy gúla, aminek tudom az alapélét, ugye 6-szor gyök 2, ezt a hasáb segítségével számoltam ki. Tudom a magasságát, hogy testmagasságát 6 cm, ugye ez a szövegben volt. Ki kell számítani a felszínét. Hát a felszínéhez szükség van még ugye az oldal magasságára, illetve alapterület, palásterület, ugye az értelemszerűen. Ahhoz, hogy kiszámoljam az oldal magasságát, a síkmetszetét használom segítségül, ugye az a síkmetszet, amikor elfelezem az oldalt, és elvágom ketté ezt a gúlát. Az alapja ugye egy A oldal lesz, tehát ennek az egyenlőszárú háromszögnek, míg a szárai ugye az lesz az oldal magassága, és itt belülről megjelenik a testmagasság, tehát alkalmazom azokat az oldalakat, amiket már így is tudok. Derékszögű háromszög található, fölírom Pitagorasz tételét, ugye az átfogó a négyzeten, H a négyzeten egyenlő, nagy H a négyzeten plusz A per 2 az egész a négyzeten. Helyettesítek, a nagy H ugye az 6, 6 a négyzeten 36, az A az 6-szor gyök 2, annak a fele ugye 3-szor gyök 2, ha azt majd négyzetre emelem, külön a 3-as, tehát 3 a négyzeten az 9, gyök 2 a négyzeten, ott a gyök is a négyzet leegyszerűsül, megmarad csak a 2, 9-szer 2, 18. 36 plusz 18 az 54. Úgy szabadulok meg a négyzettől, hogy gyököt vonok belőle, 54-nek viszont nincs pontos gyöke, tehát fölírom két szám szorzataként, úgy, hogy az egyikből tudjak gyököt vonni. Hát az egyik szám lesz a 9-es, a maradék pedig akkor a 6, ugye, mert 9-szer 6, 54. 9-ből gyököt vonok, az a 3, a 6-osból nem tudok, tehát az megmarad, így az oldalmagassága ennek a gúlának 3-szor gyök 6 cm. Számoljuk most már az alapterületet, palásterületet. Alapterület ugye a négyzet, mert az alapja egy négyzet, az a az 6-szor gyök 2, négyzeten emelem 6 a négyzeten, az 36, és gyök 2 a négyzeten, gyök 2 a négyzeten, az 2, tehát itt egy 36 szor 2, az 72. Tehát az alapterületünk nem 144, hanem 72. Most vettem észre egy hibámat. A palásterület, ugye 4 háromszögről van szó, 4-szer és egy háromszögnek a területe alapszor magasság per 2, hogyha a kettest és a négyes leegyszerűsítem, ugye az egyszerűbb képlettel 2-ször a-szor HA. Na itt egy picit figyelnünk kell. 2, az A, azt írom ugye 6-szor gyök 2, és a magasságot, az oldalmagasságot, a 3-szor gyök 6-ot, hogyha behelyettesítem, a 3-as megmarad, és a gyök 6-ot fölbontom gyök 2-ször gyök 3-ra. Ezt azért teszem, hogy a gyök 2 és a gyök 2 majd egy kettest adjon. Tehát 2-szer 6 az 12,
A gyök 2 és a gyök 2 összeszorozva ad egy kettest, a 3-ast azt átmásolom, és a gyök 3. És aztán már csak össze kell, hogy szorozzam, tehát 12-ször 2-ször 3, az 96-szor gyök 3. És maradt még a felszínünk, alapterület plusz palásterület. Ugye az alapterület nem 144, hanem csak 72. Nézzük még egyszer, 36-szor 2, igen, 72. Tehát ez itt egy hiba. 72 plusz 96-szor gyök 3. Ki kell emelni valamit? Hát ha itt 72 van, akkor nem tudom kiemelni 72-t, hanem csak a 24-et. És akkor a 24-et, ha kiemelem, ugye 20, a 72-ben a 24 megmaradt 3-szor, és 96-ban a 24 megmaradt 2-szer. Tehát csak annyiban különbözik, hogy a 144 helyett ide 72 jön, illetve a 48 helyett a 24-et tudom kiemelni. Íme egy pici kis korrigálással megoldottuk ezt a 13-as feladatot. Még mindig maradunk a térbeli alakzatoknál. Szabályos hatoldalú hasáb síkmetszete, ugye elvágjuk ketté, és az a síkmetszet, amely áthalad alapjának a nagyobb átlóján, ugye van egy kisebbik átló, D1, és van egy nagyobbik átló, D2. Mi most a D2 mentén úgymond ketté vágjuk ezt a hasábot, és ez a síkmetszet, ez mindig egy téglalap lesz. Jelen esetben olyan speciális téglalap, ami egy négyzet, mert ugye szöveg szerint, és ennek az átlója 12-ször gyök 2, tehát a testátlója ennek a hasábnak ugye 12-ször gyök 2 itt is található. Hát hogyha ez a síkmetszet egy négyzet, akkor azt jelenti, hogy az oldalai megegyeznek. A síkmetszetben alulra található ugye egyik a másik a, tehát az összesen 2 a, míg a másik a testmagasság az a nagy H. És hogyha ez egy négyzet, akkor a H ugyanannyi, mint a 2 a. Ha most ezt mint négyzetként vesszük, akkor ugye négyzetnek az átlója A-szor gyök 2, hát az alapszor gyök 2, ugye az 2 A-szor gyök 2. És tudom, hogy a nagy D 12-ször gyök 2 behelyettesítve egyenlő 2 A-szor gyök 2, gyök 2, gyök 2 leegyszerűsül, és az A-t úgy kapom meg, hogy a 12-t elosztom 2-vel, vagyis ugye az 6 cm. Hát hogyha az A 6 cm, akkor láthatom, hogy a magasság kétszerese, ugye, ebből a kis négyzetből. Tehát H egyenlő 2A, vagyis 2x6 az 12 cm. Ez már nekünk ugye nagyon sokat jelent, hiszen nézzük, hogy mi az, amit ki is kell számolni. A hasáb magasságát, H egyenlő 12, ezt már ki is számoltuk. A hasáb alapélét, ezzel kezdtük, ugye ez volt az első dolog, amit ki tudtunk számítani. A hasáb palásterületét, szabályos hatoldalú hasábról van szó, tehát a palástja 6-szor A-szor H, vagyis, hogyha most már behelyettesítek, 6-szor, az A ugye az 6, a H az 12, 6-szor 6 az 30, 6-szor 12, tehát összeszorozva 432-t kapunk. Mivel szükség van a hasábnak a térfogatára, ezért előtte ki kell számítani az alapterületét is. Hát a hasáb alapja az egy szabályos 6-szög, tehát az alapterülete 6-szor A négyzetszer gyök 3 per 4. Mivel az A ugye az 6 cm, 6-szor A négyzeten az 30, 6-szor gyök 3 per 4. Én a 36-ot és a 4-et, hogyha egyszerűsítem, ugye az 9-et fog adni. 6-szor 9, 54, és megmarad még a gyök 3, tehát az alapterület 54-szer gyök 3. És akkor marad még a térfogat. Alapterületszer magasság, az alapterület 54-szer gyök 3, szorozva a magassággal, ugye, ami 12 cm, hát ha az 54-et megszorozom 12-vel, megkapom a 648-at, és a gyök 3-at csak lemásolom mellé, tehát így kaptam meg ennek a szabályos hatoldalú hasábnak a térfogatát, 648-szor gyök 3 köbcentiméter.